Első András magyar királynak és feleségének, Anasztáziának állít emléket ez a szobor Tihanyban. A magyar uralkodó és a kijevi hercegnő házassága az 1031 és 1046 közötti időszakra tehető, amikor András testvéreivel, István király elől menekülve, Bölcs Jaroszláv udvarában lelt menedékre. Később András apósa a kijevi rusz fejedelem segítségével foglalta el a magyar trónt. A magyar uralkodó pár szobrát ábrázoló fotó a Bölcs Jaroszláv a diplomácia dinasztikus házasságokon keresztül című kiállítás része, a tárlat a megyei levéltárban nyílt Nyíregyházán. Korábban a 1000 éves történelemben a Bölcs Jaroszláv is a diplomáciai úton összekapcsolat tartotta az összes európai országokkal, különben a Bizánc Birodalommal, a Norvégia, a Francia, a Lengyelország és köztük a Magyarország. Az első András király felesége volt az Anasztázia, aki a Bölcs Jaroszlávnak a lánya. És én ezzel szeretnék mutatni azt, hogy a szomszédországok között nagyon nagy kapcsolat volt, és lesz is. A Bereg vármegye 1836-os kiváltságleveléről készített kiadványt tavaly mutatták be a megyei levéltárban. Az eredeti példányt a kárpátaljai állami levéltárban őrzik. A két levéltár között szoros a kapcsolat, a mostani kiállítást követően a kárpátaljai intézmény is bemutatkozott, többek között szó esett a hajdani hadigondozottak dokumentumainak kutatásáról is. Elsősorban a hadifoglyok és a mellenkét robotra elhurcoltak kutatásában tudnak ők segíteni, illetve náluk vannak azok a községi dokumentumok, amelyek a hadisegélyezéseket tartalmazzák, és igazolják a hadilétet, vagy a hadirokkantságot, vagy a hadifogoly voltát azoknak, akiket most keresnek. A Bölcs Jaroszláv kijevi rusz fejedelmet és családját bemutató kiállítás korábban Budapesten, Miskolcon és Tokajban is látható volt. A tárlat Nyíregyházán 2 hónapig tekinthető meg.